Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én Comet vagyok, ez pedig a Horizon Híradó harmadik epizódja. Ebben a formában sajnos viszont az utolsó, hiszen most egy hetente néztük meg mindig az újdonságokat, hogy milyen autóval lehet menni különböző eseményeken, és a többi, és a többi. Két okból szüntetem meg ebben a formában a sorozatot, egyrészt mivel óraátállítás volt, és a korábbi fél négy helyett fél ötkor kerülnek fel a játékba az újdonságok, így sokkal tovább tartana kitennem a videót, és este 9-kor már nem akarom kitenni, úgyhogy úgy járnánk, mint ahogy a mai napon is, hiszen csütörtökön jön ki a frissítés, most meg péntek van, úgyhogy csak egy nappal később tudnám kitenni, másrészt pedig ez a formátum nem feltétlenül a legjobb. Ennek valami kis short verzióját, amit most csináltam 8 percben, nyugodtan mondjátok meg, hogy van-e rá igény, esetleg valami más platformon, például Instagramon, TikTokon. Na mindegy, a sorozatból havi sorozat lesz, minden új, úgymond év elején fogjuk megnézni, hogy milyen autók jönnek majd be, meg hogy milyen eventek lesznek, de ezzel kapcsolatban is fogadok szívesen javaslatokat. Viszont ezt az epizódot még így, ahogy van, megcsináljuk, ahogy a korábbiakban is, aztán utána térünk majd át a következő résznél már, ami ugye csütörtökön lesz jövő héten, idézőjelben éves, gyakorlatilag havi dologra. Na, vágjunk is bele! Ezen a héten ugye tavasz van a játékban, és hogyha a tavaszi esemény listát 50%-ra teljesítitek, akkor egy darab Backstage Pass lesz a jutalmatok, ha pedig 80%-ra sikerül, akkor Toyota MR2-t kaptok 1989-ből. A fotó kihívás ezen a héten a Mortimer Gardens, ahova kultusz autóval kell menni. A Mortimer Gardens itt van a térképen, ahogy látjátok, a kultusz autók közül pedig szerintem a legtöbbeteknek van mondjuk Gremlinje vagy Bogara, de itt láthatok egy listát csak az autószalomból, hogy mik a kultusz autók. Egészen olcsón be lehet őket húzni, de akár aukciós házba is lehet venni. Pörgetve is biztosan van, hogy ezzel nem lesz gond. Az eheti Forza Ton kihívás Super GT autókkal megcsinálandó. A boltban ezek a Super GT kocsik vannak, de hogyha van Aston Martin 70-etek, egy korábbi heti ajándék volt, vagy pedig pre-orderes Merci, ami szerintem sokatoknak van. Ezek is jók, utóbbit jobban ajánlanám, tehát a pre-order Mercit, főleg azért, mert az utolsó feladat az eléggé nehéz, és ezzel biztosan meg lehet csinálni. Nekünk is ezzel sikerült, de vagy fél óra alatt. Az első feladat, hogy meg kell szerezni és vezetni egy ilyen Super GT autót, ez egyáltalán nem nehéz. A másodikban 10 elsorvonás trükköt kell szerezni, ezt nyilván versenyen kell csinálni, és csak el kell suhannatok másik autók mellett, akik részt vesznek a versenyen. A harmadik feladat összesen 9 csillag összedriftelése drift zónákban, ez sem túl nehéz. Az utolsó, ami igazán megfoghat, az a Princess Street-i Trafinál, ami itt van, 3 csillagot szerezni, nem összesen, hanem hogy így egyszerre. Ami azt eredményezi, hogy 370 km/h-val kell menni, ami hát egy ilyen autónak azért sok. A pre-order Mercivel 371-et sikerült mennem tényleg fél óra után, úgyhogy össze-vissza a tuningokat töltögettem le, meg szerencsétlenkedtem, meg 4000-szer visszatekertem, hogy jó éve menjek, de sikerülhet. És ugye összességében ezért, hogyha megvan a tóparti ház, akkor 200 forzaton pont, ha nincs meg, akkor 100 forzaton pont jár. Ha már forzaton pontok, napi kihívások is vannak ugye, ezek azok, nézegessétek meg őket, nem olvasgatom fel, ezeknek is darabjáért vagy 10 vagy 20 forzaton pont jár, attól függően, hogy megvan-e a tavi szállás. És ha már a forzaton pontokról van szó még mindig, nézzük meg akkor mi van a forzaton boltban. Alfa Romeo 155-öt lehet venni 600 forzaton pontért, ez az autó nekem alapból is nagyon tetszik, mert szeretem az ilyen ember közelibb autókat, amik akár láthatóak az utcákon is. Nem tudom miért, ez egy hülyeségem valószínűleg, és egy ilyen autót, hát mindenki 20 millióért rakja föl, mint kivásárlási ár, és akkor, hogyha 5 millió körül van maximum a végára a licitekkel, akkor azt még talán megveszik, attól függ. Én láttam 20 millióért is venni ilyen autót, ha tetszik, vedd meg, aztán lehet, hogy a későbbiekben már sokat fog érni. Vagy kevesebbet, fene tudja. A 350 forzaton pontért pedig 1926-os Bugatti, ilyen szivarautót lehet venni, bocsánat, hogy ezt mondom rá, fene tudja, hogy mi ez, ilyen régi tütű, és körülbelül 1 milliót ér, szerintem ennyiért talán meg is veszik. Ezen kívül ilyen Glen Bacellót lehet venni még, és tavaszi kötött sapkát, ezek annyira nem érdekesek, a pörgetéseket meg ugye megint nem mondom. Tehát akkor térjünk vissza a szezonális kihívásokra. A próbáért cserébe egy nyuszi kösztümi jár, ugye mivel itt a húsvét, és B700-as offroad homokfutókkal lehet megcsinálni ezt a próbát ezen a héten. Aztán a játszótér egy Ford F-150-es ilyen trophy truck a jutalom, és B700-as retro rally autókkal lehet részt venni ezen az eseményen. A három mutatványért ugye egy-egy Super Wheel Spin-jára, ahogy eddig is. Az erdei péntek nevű versenyért
egy Alfa TZ2 jár, ami amúgy egy tök jó rankeres kocsi, úgy tudom, és ezeken D500-ig tuningolt Morris Travelerrel, mind az egyellel, mind a két ellel írtal, és a Station Wagonnel lehet részt venni. A Travelerből az egyik DLC, és a másik marha drága, és nincs is fenn soha, én nekem sikerült egyet kukáznom, de az most mindegy. A Station Wagon az, ami szerintem itt a nyerő lesz, mert az autószalonban 75 000 dollár. Úgyhogy ezzel érdemes csinálgatni. A Koenigsegg vadászaton egy nyuszi föl a jutalom, és ugye aki nézte a tegnapi live-ot, az tudja, hogy ezen aztán véglegesen szétmentünk, és végül live-ban nem is csináltuk meg. S2998-as Koenigseggekkel lehet részt venni rajta, ami aránylag kegyetlen. Hogyha valahogy tudtok beszerezni egy CCGT-t, vagy van nektek, azzal. A többi teljesen pain in the ass, úgyhogy csak mondom. A türekedős mókán pedig egy Renault 5 Turbo Forza Edition-t lehet nyerni, és B601-től A800-ig tuningolt Renault Megánokkal, amiből a játék szerint 3 van, nem tudom, hogy van-e több, de ezekkel lehet részt venni. Na, és akkor már csak igazából két dolog van hátra, a Super 7 jutalom, ami egy Roshan Q1, vagy nem tudom, hogy kell mondani, ez szerintem sajnos kevesebbet ér, mint 1 millió dollár, de cserébe egész hamar be lehet húzni, illetve a Backstage, ami még érdekes lehet. A múlt heti szavazás hatására ugye bekerült a 280 SL a Backstage-be, ami azért egy elég jó kocsi, azt az a baj, nem merem elhasználni rá, hogy egy Backstage beszemet, nem tudom, mit vegyek belőle, na mindegy. Viszont van egy szavazás is, a Quartz Regalia és a Vauxhall Corsa VXR 2009 között, és hát sajnos, mivel mindenki egy 10 éves kis Scooby, ezért a Quartz Regáliára rakják a szavazást, de nem rosszból mondom ám. Igazából ez lett volna az heti Horizon híradó, és akkor a jövő héten már remélhetőleg a havi cuccal várnak benneteket, az sok-sok új infóval. Hogyha tetszett ez a sorozat így ebben a formában, azt mindenképp jelezzétek, léci, és hogyha akartok olyan rövidebb verziót belőle, amit említettem, akkor azt is mondjátok meg kommentben. Ha nem akartok lemaradni a rendő tartalmakról a csatornán, iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot, léci, hogyha tetszett a videó, akkor nem sokára találkozunk egy újabb videóban és vagy livestreamben. Komet voltam. Sziasztok!